Sziasztok! Zsófi vagyok, és ma Hanna Kent egy könyvéről, a Requiem egy gyilkos asszonyáról szeretnék beszélni. Ez egy bűnügyi lélektani történet, amelyben az utolsó izlandi elítélt utolsó napjait követhetjük végig. Agnes Magnus Dottirt azzal vádolják, hogy megölte a szeretőjét, és ezért őt és a társait halálra ítélik. Agnes átkerül egy rendes izlandi családhoz ebben az utolsó időszakban, illetve jár hozzá egy fiatal segédlelkész is, aki szeretné felkészíteni őt erre az útra spirituálisan, de nem sok sikerrel. Ahogy haladunk előre a történetben, Agnes úgy nyílik meg az olvasónak és a körülötte lévő családnak is, és derül ki, hogy pontosan mi vezetett ahhoz az ominózus tűzesethez. A történet egyik fő marketing fogása az, hogy Izlandon játszódik. A hangulatában ez remekül visszajön. Izland sötét, az év egyes időszakában nem is kell fel egyáltalán a nap, és mindig hideg van. És nagyon el van választva maga az ország is Európától, maga az országban a kisebb települések hálózata is el van zárva a többi település hálózattól, amik a maguk létezésén kívül inkább nem is törődnek nagyon mással. Az alapból komor hangulathoz így hozzájön egy nagyon erős belterjesség és szegregáltság. Az írónő remekül vissza tudta adni azt, hogy hogyan érezhetik magukat az emberek, pláne ebben a korban. Már ettől a rengeteg részlettől igaznak tűnik a történet, ami a háttérvilágban van építve, kezdve a lakások felépítésétől és működésétől egészen addig, hogy télen nem tudtak kimenni az emberek, eltemetni a halottaikat, ezért tavaszig, az olvadásig a kamrában kellett őrizniük a holttesteket. A struktúra viszonylag érdekes, viszonylag hosszú fejezetek vannak és fejezeten belül váltakozó nézőpontok, erről később, de a fejezetek elején mindig van egy különleges dolog, legyen az egy vádirat, egy levél vagy egy vers. Ez hozzáadva ahhoz, amit az írónő a könyv végén megjegyez, hogy a könyv lényegében igaz történeten alapul, ad az egésznek egy nagyon realista felhangot. Most, hogy kibeszéltem a történetet és a hangulatot, átérhetek a történetre, igen? Nos, ez egy lassan kibontakozó regény. A történet már-már a klasszikus szépirodalmi művek tempóját veszi föl, viszont ugyanilyen szinten merül bele mély lélektani boncolgatásokba. Végül is tűnhet úgy, mintha igazából nem történne semmi. Ez nem egy akciódús, cselekményközpontú regény. A karakterek viszont nagyon valóságosak. Nem csak Agnes történetét követhetjük végig, hanem egy távoli írói szemszögből betekintést kaphatunk Agnes körül több karakter fejébe is, például az előbb említett lelkészébe, valamint a befogadó családból a házvezető anyukába és az idősebbik lányba. És az ő reakciójuk nagyon emberi. A lelkész egy fiatal sieder, aki egyáltalán nem biztos saját magában, és fogalma sincs, hogy Agnesszel végül is most mit kéne csinálnia, és meglepő módon pont ez az, amire Agnesnek szüksége van. A feleség, akinek lényegében kiosztották, hogy felügyelje Agnesnek a létezését, hihetetlen nagy fenntartásokkal áll ehhez az egész ügyhöz, de mikor először találkozik Agnesszel, az első gondolata az, hogy ezt a nőt megölték, és segíteni akar neki, annak ellenére, hogy természetesen távolságtartással kezeli őt. Az idősebbik lány Steina pedig emlékszik Agnesre, mert már találkoztak korábban, és akkor Agnes segített neki és a kisugának, és ez az egy jó cselekedet elég ahhoz, hogy Steina túllásson azon a gyilkos képen, amit Agnes körüllengi, és lássa benne a jót, és igenis keresse a társaságát. Ezek a nézőpontok mind elper 3-ban vannak, Agnesi viszont elper 1-ben. Ez zavaró egy kicsit, viszont az a plusz, amit az elper 1 ad Agnes karakteréhez, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzátesz a könyv értékéhez. A könyv körbejárja az igazság egyetemességének a kérdéskörét, hogy mi milyen könnyen mondunk ítéletet, és hogy egy döntés mögött milyen életút húzódhat meg. Az írói stílus nagyon szép és hangulatos, és látványosan eredményes az a kutató munka, amit Kent ebbe a regénybe ölt, nagyon egyedi háttérvilágot sikerült felépítenie. Ez a könyv minden egyes pozitív szót megérdemel, amit már eddig kapott. És ez volt számomra a Requiem egy gyilkos asszonyért. Köszönjük, hogy végignéztétek! Írjátok meg kommentben, hogy milyen hasonló ilyen lélektani regényeket olvastatok, amint tetszett is, mert nagyon éhezem az ilyesmire, és valahogy nagyon nehezen futok bele ilyesmikbe. Viszlát legközelebb, sziasztok!